Jó reggelt kívánok mindenkinek. Mindjárt belakom a helyet. Aha. Kedves, bátor jelenlévők, maszk nélkül megjelent mindenki. Szeretném jelezni, hogy mindannyian függők vagyunk. Mindannyian pénz, olaj és adatfüggők vagyunk. Még akkor is, hogyha tisztában vagyunk vele, hogy az egyik az nem boldogít, a másik azt tudjuk, hogy tönkreteszi a földet, vagy legalábbis ebbe az irányba dolgozunk rajta, és a harmadikról pedig még fogalmunk sincs, hogy mit is fog okozni ez a függőség a mi esetünkben. Naponta rengeteg és egyre több adat keletkezik a világban, egyre több adatot gyártunk a világban, sőt, most már eljutottunk odáig, hogy azt hisszük, hogy ezt iparosítani tudtuk, hiszen gyártottunk hozzá gépeket, amik még több adatot ontanak magukból, és akkor azt gondoltuk, hogy de jó nekünk. Hozzátéve, hogy ez az egyre több adat, ez ugye azt gondoljuk, hogy egyre nagyobb jelentőséggel bír az életünkben, egyre nagyobb a gazdasági és élettani jelentősége az egésznek. Ugyanakkor azt is látni fogjátok, hogy ez az adatmennyiség ez egyre kevesebbet ér, bármit teszünk is az ügy érdekében jelen pillanatban. Ugyanakkor nem vagyunk rá felkészülve. Felelőtlenül ontjuk az adatokat, gyártjuk őket, nem elemezzük őket, csak csináljuk belőlük a mindenféle adattárakat. Adatkezelési kőkorszakban élünk jelen pillanatban, és hogyha nem csinálunk valamit, akkor mielőtt tovább lépnénk ebből a kőkorszakból, azelőtt belefulladunk az adatainkba is. Kezdjük azzal, hogy tudjátok-e, hogy biztos tudjátok, ti mindent tudtok, 2,5 quintillió adatot gyártunk naponta. Ez nem az az adat, ami így elszáll, hanem ez az, ami le is tárolásra kerül. Tudjátok, hogy ez mekkora szám? Jó, akkor egyszerűsítsük. 1 milliárd billpengő. Ez a valaha nyomtatott legnagyobb számú, vagy legnagyobb számosságú pénzjegy volt. Tehát ennek volt a legnagyobb száma valaha a világban. 1946-ban nyomtatták, 2 millió darabot nyomtattak belőle. Soha nem került forgalomba, így nem tudjuk, hogy mennyit ért valójában, mert mire kinyomtatták, addigra bevezették a forintot. De ebben is rekorderek vagyunk természetesen. Azonban a kulcskérdés az az, hogy meg tudja-e mondani valaki, hogy 1 milliárd bill pengő az mekkora szám is valójában. Gyors fejszámolás. 1000 trillió, 10 a 21-en az összege, és akkor, hogy lássátok, tehát 1 milliárd billpengő az ennyi nullát jelent, ehhez képest csak ennyi adatot gyártunk naponta. Ugyanakkor, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a idei év végére az okos elemző cégek, például a Gartner és hasonló társai, azt mondják, hogy el fogjuk érni a 45 zettabájt tárolt adatmennyiséget, akkor ez egy felfoghatatlan összeg. Ha volt egy becslés erről, hogy 42 zettabájt az, ami eddig az emberiség által elhangzott összes szó beszéd formájában. Tehát amit én most mondok, az is éppen még ehhez a 42 zettabájthoz hozzátevődik. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy ez az adat mennyit ér, akkor egy gyors fejszámolással azt nézhetjük, hogy tehát akkor a világ gazdasági értéke a legutolsó becslés alapján az 80.270 trillió amerikai dollárral, 1990-es amerikai dollárral egyenértékű, és hogyha megnézzük, hogy közben van 45 zettabájtnyi adatunk, akkor ha azt is hozzávesszük, hogy a világ gazdasági értéke az általában 1-5%-kal szokott nőni évente, az adatmennyiség pedig mostanában 41%-kal nő évente, akkor ebből azt kellene következzen, hogyha ennek az adatnak van értéke,
hogy a gazdaság növekedése az valami hihetetlen tempót kell, hogy felvegyen. De ez nem így van. Vajon miért? Hiszen tudjuk, ezek az adatok, ezek jönnek, és emiatt egyre értéktelenebbek. Láthatjátok, 2010-ben még több mint 6200 dollárt ért egy petabyte. By the way, mennyi is egy petabyte? Csak úgy a nagyság 10-15-en byte-ot jelent. Tehát akkor még ennyit ért egy petabyte információ. Ma már, és itt a pontot, meg a veszőt, azt figyeljétek meg, ez 2019-ben 1,78 dollárt ért ugyanez a mennyiségű adat. Hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy a adatmennyiségnek a 85%-át, azt a föld lakosságának a fele gyártja, és ennek az adatmennyiségnek azonban csak a 0,5%-a az, amit elemeznek, akkor ezzel a számítással az adatmennyiségnek, ami a világban van, a gazdasági jelentősége az petabyte-onként 285 dollárra jön ki jelen pillanatban. És ez csökken. Mit tehetünk ezzel a mennyiségű adattal, amiből egyre több van, és az értéke viszont egyre csökken? Hozzá kell még tenni, hogy ha nem kezdünk vele semmit, akkor tök jó. Ugye, amiről nem tudunk, az nem zavar minket általában. Hogyha viszont figyelembe vesszük azt, hogy 13,5 millió dollár a helytelen adatkezelésnek egy átlagos vállalat esetében a vesztesége évente, akkor ez már egyel fontosabb gazdasági szempont. És hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy az adatoknak a negyede-harmada az pontatlan már a születés pillanatában. Hiába mérjük, hiába visszük be, már hibás abban a pillanatban, akkor ez mind azt mutatja, hogy valamilyen adatkatasztrófa felé közeledünk jelen pillanatban. Még egyet játszunk. Mennyit is ér az adat? Ahogy a bevezetőben elhangzott, ugye az, hogy mit hiszünk, mit gondolunk a dolgokról, ez alapvetően befolyásolja a mi álláspontunkat. Mondhatnám azt is, hogy a döntéseink azok minden esetben érzelmi döntések, akkor tulajdonképpen minek is kellenek adatok. Azért, hogy a döntéseinket aztán jól alátámasszuk. És utána azt gondoljuk, hogy az adatok majd tulajdonképpen vezérlik a döntéseinket, és akkor ezt, hogyha szokásként kezeljük és automatizáljuk, akkor majd gépekbe be tudjuk építeni, és ettől még jobb lesz nekünk. Milyen jó, amikor kocsonyog a telefon, ugye? Az, hogy mennyire szubjektív az adatértéke, hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy mikor volt az, amikor a Pozsonyba került a Magyar Országgyűlés intézményesen? Ezt tudjátok-e? Jó, mindjárt. Mennyit ér szerintetek ez az információ? Ebben az esetben 40 millió forintot ért. Tehát 285 dollár és 40 millió forint között is lehet, és ez nem egy petabyte, ez csak néhány bájtnyi információ volt ebben az esetben, és ez jól mutatja azt, hogy ha jól használjuk fel az adatot, ha jó helyen használjuk fel az adatot, akkor nagyon kevés adat nagyon sokat tud érni. A másik példa, hogy jelen pillanatban ugye próbáljuk az adataink feldolgozását automatizálni, sőt az automatizálást is próbáljuk még jobban automatizálni, úgynevezett mesterséges intelligenciának tekinthető fejlett statisztikai eszközökkel. Van, amelyik tényleg tanul, van, amelyik pedig csak elemzi az adatokat és abból következtetéseket von le. De itt látni lehet, hogy az adatok nagy mennyiségét, ha rosszul dolgozzuk fel, akkor sehova nem jutunk. Míg hogyha például egy jó algoritmust készítünk, akkor az akár 200 mintából már az emberhez hasonló, vagy majdnem az emberi precizitással azonos mértékű dokumentum felismerést tud végezni. És itt ez megint csak azt jelenti, hogy ugye vannak algoritmusaink, amiket etetjük,
adatok százaival, ezreivel, tízezreivel vagy millióival, és nem jutunk velük sehova. És vannak olyan algoritmusok, amelyek pedig néhány száz adattal képesek nagyon precíz dolgokat következtetni. Na ez volt itt a filozófiai bevezetése az egész adatkezelési problémának, amiből látszik, hogy egyre több adat van, amit hogyha nem kezelünk a helyén, és hogyha nem kezelünk felelősséggel, akkor ebből csak oda jutunk, hogy ezek az adatok, ezek előbb-utunk ránk omlanak. Ugyanakkor, hogyha belemerülünk a vállalatok gazdasági életébe, akkor az is látszik, hogy egyrészt mindenki valamilyen digitális transformáción megy át éppen. Ki az, aki nem digitális transformál jelen pillanatban? Most ők vagy alszanak, vagy nincsenek itt, vagy pedig tényleg mindenki ezt csinálja jelen pillanatban. Köszönöm. Ebben az esetben viszont azt is látni kell, hogy digitális transformációt egy vállalat, egy gazdálkodó szervezet fejlett adatkezelés nélkül, vagy mondhatnám azt, hogy tudatos érett adatkezelés nélkül nem fog tudni megvalósítani. Legyen akármilyen tanácsadó is a környezetben, amíg az adatkezelése nincs a helyén, addig ez az egész, ez csak egy papírgyártás, csak egy szép koncepció, és akkor visszatérhetünk a filozófiai beszélgetésre az adatkezelésről. Ahhoz pedig, hogy fejlett adatkezelés legyen, ahhoz bizony néhány változtatást kell eszközölnünk először saját magunkon, utána meg a saját környezetünkben, vagy a saját vállalatunknál. Ezt erősíti ugyanúgy meg, hogy a úgynevezett chief data officerek, ugye most már az adatkezelés tudatosításának az volt a legjobb módja, hogy csináltunk rá egy pozíciót, és akkor azt hittük, hogy ezzel a vállalatok tudatosan kezelik az adatokat, és ők jelen pillanatban a nagy többség odáig sikerült eljusson, hogy panaszkodik, hogy azért nem tudja csinálni a munkáját, mert a munkatársai azok nem tudják tudatosan kezelni az adatokat. Az adatkezelés tudatosságának, az adatkezelési írás tudatlanság az ott tart, hogy jelen pillanatban, bár vannak gyönyörű programjaink, vannak algoritmusaink, gyártjuk az adatokat, van hozzá felelősünk pozícióval, de mégsem tudunk vele egyről a kettőre jutni. A teendő a következő. Egyrészt a ti felelősségetek, mert ti itt vagytok, egyrészt, másrészt ti azok vagytok, akik adattudósnak vagytok tekinthetők, bármennyire is azt gondoljátok, hogy nem, de még mindig ti vagytok leginkább azok, akik látjátok, akik értitek azt, hogy miről is van szó ebben az esetben. A ti feladatotok az, hogy a vállalatok meg a környezetetek kultúrájába beépítsétek az adattudatosságot. Ez egy olyan dolog, mint a pénz tudatos kezelése, vagy a környezet tudatosság is, ugyanígy szükség van adattudatosságra is. Hogyha nem tanítjátok meg a környezeteteket arra, hogy hogyan kell megérteni bizonyos adatokat, hogyan kell értelmezni az információt, hogyan lehet eldönteni, hogy mi az, ami valós és mi az, ami hamis a jelen pillanatban felénk áramló információs dömpingből, akkor az embereket egy idő után viszonylag könnyedén, mondjuk egy Facebook nevű akármivel, rá lehet beszélni, hogy olyan embereket válasszanak meg, akiket nem is gondoltunk volna, vagy akár, hogy kiléptessék önmagukat mondjuk az Európai Unióból. És hasonló dolgokat el lehet velük érni. De ez még mindig csak a kisebbik probléma. A nagyobbik probléma, hogy belegondoltatok-e már abba, hogy ezek az adatok keletkeznek, és aztán mi lesz velük? Ott vannak valahol, senki se tudja, hogy mi történik vele, csak valahol tárolódik. Íródott egy könyv Viktor Mayer Schönberger által, Dilith néven, aki felvetette ennek a koncepcióját, és ugye ebben két szemléletmódot ütköztet. Ezzel kapcsolatban az egyik oldalon ott van, hogy igen, tehát az adatok keletkeznek, az adatainkat védeni kell, az adatokkal felelősségteljesen kell az adatokról felelősségteljesen kell gondoskodni, és akkor erre születtek mindenféle szabályozások,
GDPR és társai. A másik oldal pedig, hogy valahogy ezt is gépesíteni kell, ugyanis ezt a mennyiségű 2,5 quintillió adatbájt keletkezését nem lehet szabályozásokkal kordában tartani, meg kell tanítani az algoritmusokat felejteni. Különösen akkor, hogyha sikerült olyan tökére fejlesztenünk az adatkezelés algoritmusait, hogy létrehoztuk azt a valamit, amíg a világ addig tárolja az adatokat. Nevezzük ezt blockchainnek, de tulajdonképpen, hogyha ott egyszer valami létrejött, akkor az ott is marad, elpusztíthatatlan. Egészen addig, amíg minket is ki nem pusztít valami. Ennek a megoldására javaslom a figyelmetekbe szintén a könyvet, ugyanis felvetődik a dropchain fogalma, ami egy újabb réteget ad a blockchainre, és ez az, ami az adatoknak a elpusztításával foglalkozik, megtalálni azokat az adatokat, megjelölni azokat az adatokat, amikre már nincs szükség, amiket ki kell írtani. Miért van erre szükség? Van egy iparág például, ez a biztosítóiparág, ami jelen pillanatban is arra épül, hogy megbecsüli a biztosítási kockázatot. Hogyha ez egy olyan adathalmazra épül, ahol mindent tudunk és mindent látunk, akkor tulajdonképpen a kockázat az null, a kockázatnak a becslése az 100% pontossá válik, és ebben az esetben a biztosító nem tud átlagolni, és akkor nem tud hasznot se húzni belőle, vagyis ebben a pillanatban fog tönkre menni ez az iparág, mihelyest mindenről lesz adatunk. De mondhatnánk egy másik példát is. A mi életünk, a mi üzleti életünk is az alapvetően a tárgyalásokra épül. Hogyha azonban én mindent tudok a másik oldalról, és a másik oldal is mindent tud rólam, akkor minek tárgyalni? Akkor kitesszük az asztalra, amink van, és azonnal eldőlt a dolog. Lehet így is, csak akkor elmúlnak a világnak ezen konstrukciói. Tehát az első lépés megtanulni, tanulni, és ezt tanítani, az adattudatosságot tanítani a környezetben. Erre van például ilyen nagyszerű, ez az Information as a Second Language nevű könyvtár, és akkor ezzel a koncepcióval vagy módszertannal lehet tanítani a környezetet. Másrészt pedig meg kell tanítani a környezetünket felejteni. Meg kell tanítani őket, hogy az adataikat takarítsák, tegyék rendbe. Különben egy idő után rájuk dől. Hány olyan valakit ismerek a környezetemben, akiknek vége láthatatlan fotókönyvtára van, soha semmit nem kezd vele, de ott van. A legjobb esetben biztos, hogy fent van az interneten, hiszen ott legalább biztonsággal tárolódik. Aztán majd egyszer csak valakinek a birtokába jut, és ki tudja, hogy mi lesz vele. De a legfontosabb, ahogy az elején is kezdtem, hogy ha nem tudunk igazodni, alkalmazkodni a környezethez, hogyha nem tudunk lépést tartani 2,5 quintillió adatbájt keletkezésével, akkor ez az egész ránk fog dőlni, és akkor, ahogy jeleztem, hiába akarunk tovább lépni, nem fogunk tudni az adatkezelésben előrébb lépni. Azt remélem, hogy a mai napon az előadások, amik utánam következnek, azok mind arról fognak mesélni, hogy hogyan tudunk kilépni az adatkezelési kőkorszakból, hogyan tudunk tovább lépni egy új világ felé, koronavírus, környezetszennyezést, dacára minden másnak. Tehát, útravaló úr, egyre több adatunk van, egyre kevesebbet ér, ráadásul azt gondoljuk, hogy egyre nagyobb a jelentősége, és ennek ellenére azt gondoljuk, hogy ez így mind rendben van. Hiszen az algoritmusok, amik járkálnak az interneten, azok ezt minden intézik nekünk. Nincs rendben semmi, úgyhogy kezdjetek el változtatni. Köszönöm szépen!